Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Folytatjuk a Donald Trump elleni merénylet elemzését, megmutatok még néhány cikket ezzel kapcsolatban, illetve egy videót az ATV Magyarország YouTube csatornájáról, ahol Svábi András összefoglalja az eddig történteket, valamint azt, ami tudomásukra jutott. Mielőtt nekivágunk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobába, illetve Yahoo! útja néven, a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon. És ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt. Köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Az előző ezzel kapcsolatos videóban már szó volt arról, hogy az, ahogyan ez emberek érzékelik a valóságot, általában számukra az a valóság hogy ez mennyire csalóka. Szeretném megmutatni, hogy mi az, amit ábrázolnak nekünk, mint valóság, mik azok az információk, amiket szeretnének, hogy tudjunk erről, hogyan is formálja a média gondolkodásunkat, az egész gondolkodás módunkat. Értelemszerűen mindent én sem tudok, nem tudok kikövetkeztetni mindent, nem értek mindent, azonban az biztos, hogy ez a magának való osztálytársai által zaklatott fiatal volt a Trump elleni merénylet elkövetője, ez igen gyakran előfordul, mikor ilyen és ehhez hasonló estekről van szó. Legyen az akár merénylet, vagy talán ismertebbek azok az iskolai lövöldözések, amelyek Amerikában előfordulnak, ha előfordulnak. De ott is általában ez a helyzet. Magának való osztálytársai által zaklatott fiatal, ő az elkövető, egy magányos elkövető, ez a lényeg, ez a legegyszerűbb. Azok számára, akik a szálakat mozgatják a háttérben, nem kell foglalkozni összeesküvéssel, nem kell keresni társakat, nem kell magyarázkodni. Van egy őrült, valami oknál fogva eljutott ide, megszerezte a szülei fegyvereit, és aztán úgy döntött, hogy lelövi az elnököt. Thomas Matthew Crooks-t magának való magányos fiatalként írták le egykori osztálytársai, aki gyakran volt céltáblája osztálytársai ugratásainak és zaklatásainak. Szakértői csapataink, képzett professzionális szerepi játékosaink és filmes stábjaink valóságű? Megalapozott válságkezeléssel és katasztrófa eseményekkel elevenítik meg a valóságot. Emellett profi csapatokkal dolgozunk együtt, amelyek gondoskodnak a sminkelésről, a protézisről, a pirotechnikáról, a ruhatárról, a speciális effektekről, a titkos és légi felvételekről, valamint a vészhelyzeti szolgálatok tanácsadóival, viselkedés pszichológusokkal, produkciós menedzserekkel, nagyobb szimulációkhoz szükséges csoportvezetőkkel. Ez egy cég a rengeteg közül, amely ezzel foglalkozik. Azt állítom, hogy mindenféle technológia, sőt az infrastruktúra és az intézményi személyi háttér is rendelkezésükre áll ahhoz, hogy ezt megvalósítsák. Nem érti a világ, hogy hogyan lehetséges az, hogy szabad szemmel látták a merénylőt, ennek ellenére ő tüzet tudott nyitni egy volt amerikai elnökre, úgy, hogy a titkos szolgálat jelen volt. Persze, hogy nem érti senki. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo! útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo! útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu illetve a jahuautja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!